A Donkanyarban vívott harcok a magyar hadtörténet egyik legszomorúbb fejezetének számítanak. A megfelelő ruházat és korszerű fegyverzet nélkül a szovjet frontra küldött, teljesíthetetlen feladattal megbízott honvédek hősies ellenállásának ellenére a támadó orosz katonák 1943. január 12-én áttörték a 208 kilométeres védvonalat, és közben felmorzsolták a magyar arcvonalat. Meg kell állnunk egy pillanatra, hogy emlékezzünk. Emlékezzünk a második magyar hadsereg tragédiájára, tisztelegjünk a Don folyó mellett sorozatossá vált harcok során elesettek, a fogságba esettek és a viszontagságos idők után hazatérők előtt, hőseink előtt. A második magyar hadsereget 1942-ben állították fel és küldték a keleti hadszíntérre. A hadsereg a következő év januárjában a Voronyes körzetében vívott rendkívül súlyos harcok során gyakorlatilag megsemmisítő veszteségeket szenvedett. A nyolcnapos ellenállást követően a tömeges visszavonulás január 20-án kezdődött. A hátráló magyar katonáknak több száz kilométeres távolságokat kellett megtenniük, sokszor gyalog a közel mínusz 40 Celsius fokos orosz télben. A mai nap nem ünnep, hanem a csendes emlékezés napja. Kötelességünk megemlékezni halottainkról, a fogságba esettekről, a családfőket, sok esetben apát és fiút egyaránt nélkülöző családokról, hőseinkről. A doni tragédiában több mint 130 ezer magyar katona és munkaszolgálatos veszítette életét. A megemlékezés végén több cég, szervezet, illetve közszereplő, a többi között dr. Kálai Mária országgyűlési képviselő, Szalai Ferenc polgármester, illetve Fejér Andor és Szabó István alpolgármesterek, az MH-86. Szolnok helikopterbázis, a Reptár, illetve a Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT helyezte el az emlékezés koszorúit az emlékmű lépcsőin.